A világ megváltozott. Az életünk megváltozott. Megrendült minden, amit ismertünk, minden, amiben bíztunk. A munkánk, az oktatás, a gazdaság, még az egyszerű emberi érintkezés is. Semmi sem ugyanaz. Soha nem gondoltuk volna, soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. Ezekben a dolgokban bíztunk és reménykedtünk. De mi marad nekünk, ha elveszítjük őket? Csak félelem, csalódottság és bizonytalanság. De ennek nem kell feltétlenül így lennie. Mi lenne, ha ebben a helyzetben valódi békességre, megnyugvásra és reményre lennénk? Lehetséges, hogy eddig nem a jó dolgokban bizakodtunk? Lehetséges, hogy létezik valami, ami szilárd, változhatatlan, amiben sosem csalatkozunk? Ez valójában nem valami, hanem valaki. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Az Ézsaiás 41:10 így hangzik. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ez az ő ígérete. Olyan Istenünk van, aki nem változik, és akiben megbízhatunk. A helyzetünk és a környezetünk állandóan változik. De az Istenünk nem. Elmondhatod ezt az egyszerű imát. Uram, megnyitom neked a szívemet. Elfogadlak téged, mint békességemet és nyugalmamat. Köszönöm, hogy te nem változol. Benned akarok bízni. Jöjj be a szívembe és tölts meg önmagaddal. Ámen. Bízhatsz Istenben. Hűséges és nem változik.